A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Színház szerelem szeretem címmel megjelent ez a díszes és fantasztikus kiadvány a Vörösmarty Színház új évadában szereplő darabokból, fantasztikus olvasmány. Engedjék meg, hogy idézzem Cserpakovics András polgármester urat. Büszke vagyok arra, hogy a régió meghatározó művészeti műhelye a Vörösmarty Színház. Számomra mindig várakozást és élményt jelent, ha egy új előadás készül. Ez aztán minőségi kikapcsolódás és szellemi töltődés élménye követi. Hát igen, valóban óriási élmény nekünk. Főleg úgy, tisztelettel köszöntöm Szikora Jánost, a színház igazgatóját. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk, és örülünk, hogy... Hát azt mondom, hogy két esztendő hányattatás után talán újra a teljes évad elé nézünk. Nos, igen, mert hogy nagyon hiányzott nekünk a színház, és most újra vissza kell rázódnunk, és ha megnézzük ezt a fantasztikus kiadványt, akkor láthatjuk, hogy pazar előadások lesznek a nagy színpadon, a Kozákban, a Pelikánfészekben egyaránt. Én azt javasolnám, hogy menjünk egy kicsit végig, mert hogy már is az első darab, ugye Shakespeare Július Cézárja, azt tudjuk, hogy a 16. század végén, 1599-ben a Globe-ban elsőként bemutatott darabok egyike. Tehát nagy kihívás. Valóban az, és igazából ez egy kis adósságtörlesztés is, legalábbis mi annak érezzük, hiszen 10 évvel ezelőtt, amikor ide kerültünk Székesfehérvárra, és elkezdődött ennek az alkotótársaságnak a közös munkája, akkor egyik közös vállalásaink egyike volt a Shakespeare ciklus. Azt mondtuk, hogy ne teljen el úgy színházi évad, hogy a fehérvári nézők, és ezen belül is a színházon most felnövő fiatal generáció ne találkozzon egy-egy meghatározó Shakespeare művel. Ez tulajdonképpen, ez így működött is, hiszen szépen elkezdődött a Lear királlyal, aztán folytatódott Hamlet, Romeo és Júlia, sorolhatnám, és aztán megrekedtünk, jött a Covid, megállt az élet, és most tulajdonképpen ez a fajta vállalás folytatódik a Shakespeare ciklus. Július Cézárról talán mindenki hallott, de meg kell, hogy mondjam, nem tűzik olyan gyakran műsorra, mint mondjuk például akár a Hamletet, akár a Romeo és Júliát. Ennek van egy praktikus színházi oka, a szereplők zöme férfi, és nagyobbnál nagyobb, jelentősebbnél jelentősebb szerepek vannak benne. Tehát nem könnyű olyan társulatot találni, ami hitelesen meg tudná szólítani. Ráadásul szerencsére nekünk olyan a társulatunk, hogy ellentétben más vidéki társulatok arányával nálunk több a férfi, mint a nő, hál' Istennek. És ezt azért teszem hozzá, hogy hál' Istennek, mert egyébként a színházi szakmában egyre több mindig a női jelentkező, évről évre tapasztaljuk, ugye a főiskolára is, illetve az egyetemre egyre többen jelentkeznek, de mindig nők, és hol vannak a férfiak, pedig a világirodalom drámáinak jelentős részét férfiaknak írták, férfi szerepek vannak benne. Most ezzel lehet fanyalogni, hogy így vagy úgy, ez így van. És amikor nekünk egy darabot hitelesen a legnagyobb siker reményében kell színpadra állítanunk, akkor hát nagyon nem mindegy, hogy azt milyen társulattal. A mi társulatunk most tökéletesen alkalmas arra, hogy egy Július Cézárt a lehető legerősebb szereposztásban ki tudjunk állítani. Várjuk.
mint ahogy nagyon vártuk, hiszen megvolt már a bemutatója Szakonyi Károly adáshibáját is, hiszen ez 1970-ben született, és egy olyan darab, nemrégiben volt alkalmam beszélgetni erről hosszasan Szakonyi Károlya, sőt, megnéztem azt a beszélgetést a Magyar Televízióban, amit a rendező Bagó Bertalan és Szakonyi Károly társaságában készítettek, és én azt mondom, hogy ez egy cool darab. Rendkívüli kihívás annál is inkább, mert hogy a 21. században elhelyezni 50 évvel ezelőtt történteket, és hogy az kiderüljön, hogy mennyire mai, azt hiszem, hogy ez egyébként már bebizonyosodott, hogy ezt lehetséges megcsinálni. Igen, ugye adáshiba, ez egy nagyon, szinte már szlogenné vált ez a cím, ami egyébként a pesti bemutatót követően nekem is sikerült, elég hosszan beszélgettem Szakonyi Károllyal, akit én még főiskolás éveimből ismertem, és nagyon szerettem, és nagyra tartom és becsülöm. És akkor ő elárulta nekem, hogy az adáshiba, mint cím, ez nem az ő ötlete, ez nem ő adta, ezt Várkonyi Zoltán találta ki, hiszen a Víg Színház pályázatára írta, vagy felkérésére írta Szakonyi ezt a művet, és hát őt is őszintén meglepte, hogy ez a társadalmi probléma, ülünk a tévé előtt, bámuljuk a tévét, és közben élünk egymás mellett, és a képernyő érdekesebb, mint a mellettünk ülő családtagunk élettörténete, és közben lassan elmúlik az életünk, és nem vesszük észre. Nos, úgy tűnt a 70-es években, hogy ez egy ilyen érdekes és komoly társadalmi szociális probléma lehet. Hát azzá vált, de a televíziót felváltották a mobiltelefonok, a internetes kütyük világa, de gyakorlatilag ez a fajta elektronikus függősége az embernek, miközben a függőség mellett a való élet szalad el mellette, ez nem csak a 20. úgy tűnik, hogy ez a 21. század problémája és kihívása is, és ez nagyon érdekes, mert azt mesélték, akik a régi bemutatót látták, hogy a közönség végig nevette az egészet. Most a játékszíni bemutatón tapasztaltam, hogy a közönség nagyon jól szórakozott. De a végén mégis az volt az érzése, vagy véleménye az embereknek, hogy hát igen, nagyon jól szórakoztunk, nagyon mókás ez az egész, de azért tulajdonképpen ez nagyon szomorú, ez nagyon rettenetes, ez nagyon ijesztő, ezen érdemes elgondolkodni. És ha valaki jól szórakozik, majd a szórakozás után tulajdonképpen gondolkodóba esik, és azt mondja, hogy hoppá, álljunk csak meg. Min is nevettem én igazából? Mentes vagyok én ettől a problémától? Nos, akkor már a színház el is érte a hivatását. No, a következő darab Egressy Zoltán és Forgács Péter Beatles.hu. Hát erről nem kell nagyon sokat tudnunk, hiszen a Beatles legenda. Valóban az. Mindenki, aki hozzám fordult, hogy igazítsam el, mi ez a Beatles.hu, csak azt tudtam mondani, hogy képzelj el egy olyan előadást, olyan, mint az Anconai szerelmesek, csak elejétől a végéig Beatles dalok szólnak. És ez persze nem egészen így van, mert nem csak, hogy a zene Beatles, hanem maga a téma is. A téma, hogy hogy lesz négy tulajdonképpen a semmiből feltűnt fiatalemberből egyszer csak nem világsztár, hanem egy korszak ízlésvilágát, gondolkodását, öltözködési kultúráját, elsősorban a fiatalok számára meghatározó világjelenség. A történet a semmiből kezdődik, tehát hogy hogyan lesz ebből a négy fiatalemberből egyszer csak egyre népszerűbb sztár, és addig a szomorú tényig húzódik a történet, hogy a Dakota ház előtt, ugye közismert a történet, New Yorkban a Dakota ház előtt az elmebeteg merénylő agyonlövi John Lennont, és itt ér véget a történet. De az a két óra, az egészen frenetikus, és a magam számára, mert én azért mégis a Beatles-en nőttem föl. És
Én ezt imádom, ezeket újra és újra meghallgatni. Szerintem ezek a dalok ma is megunhatatlanok, és ezt jelzi az, hogy 20 éves fiam kedvenc együttese a Beatles. Íve van a történetnek annyi szent, mint ahogy íve van annak is, hogy egy újabb ősbemutató kerül színre, Tóth Benedek, helyesebben a Jeruzsálemi király című drámája, Horváth Csaba előadásában. Hát az aranybullai fordulón az fontos, hiszen Második András tevékenységét, szerepét vizsgálja. Más szemszögből. Igen, amikor a felhívás elkezdődött, hogy az Aranybulla 800. évfordulója alkalmából szülessenek művészi alkotások, akkor ezt a felhívást mi is magunkével tettük, és úgy gondoltuk, hogy egy dráma pályázatot írunk. Aztán őszintén szólva ezt meggondoltam magamat, mert már jártunk egyszer így, hogy dráma pályázatot írtunk, amire nagyon sok borzasztónál borzasztóbb darabok érkeztek, és egy fél évig bujkáltam a dilettáns szerzők elől, hogy miért nem mutatjuk be az ő zseniális művüket. Úgyhogy tulajdonképpen hasznosabbnak láttuk, hogyha a pályázat bizonytalan kimenetele helyett inkább a biztosra megyünk. Persze biztosra sose lehet menni ezekben a kérdésekben, de mégis Tóth Benedek a fiatal író generációnak egy meghatározó alakja, akinek ráadásul óriási ambíciója van, hogy történelmi darabot írjon. A felkérésünkre idestóval most már lassan egy éve foglalkozik a korszakkal és Második András rendkívül színes egyéniségével, és én azt gondolom, hogy azok a nézők, akik eljönnek és majd megnézik a Jeruzsálemi király címet viselő darabot, Második Andrásnak, az Aranybulla kibocsátójának, mint embernek egy olyan oldalát tapasztalhatják, ismerhetik meg, amelyeket a történelemkönyvekből nem olvashatunk ki. Egyértelmű. És hát az évad utolsó nagy színpadi bemutatója Mágnás Miska. Hát Mágnás Miska az csoda, telihaival, az pedig egy különleges lesz már most így előre, elmondhatom. Igen, nem véletlenül kértem föl Telihai Pétert a Mágnás Miska rendezésére. Idestova lassan már 20 éve, hogy a Szegedi Nemzeti Színház művészeti vezetője voltam 4 éven keresztül, és ebben a munkában Telihai Péter fiatal rendezőként segített. Ennek a Telihai Péternek volt egy zseniális operett rendezése, és ez a Mágnás Miska volt. Az előadásnak volt egy másik érdekessége, és ez pedig az, hogy az előadás koreográfiáját egy akkor még viszonylag szűk körben ismert koreográfus, Horváth Csaba készítette. És ők valahogy ketten, a Telihai Péter meg a Horváth Csaba nagyon egymásra találtak. Nagyon megtalálták egymást, és egy frenetikus előadás született belőle. Én amikor fölhívtam telefonon a Pétert, hogy vállalja-e azt a kockázatot, hogy van-e még benne mondani való ambíció, hogy a régi sikerének a nyomába eredjen, és ő lelkesen és csillogó szemmel azt válaszolta, hogy igen. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez a csillogás, ez majd tartalommal is megtelítődik a színpadon. Nincs kétségem felőle, hogy így lesz, mint ahogy az sem, hogy a Kozák András stúdió egyre népszerűbb, nagyon-nagyon fontosak a kamaradarabok. Én azt hiszem, hogy a nézők közelsége és az a gesztusrendszer, ami megköveteli a közelség, az egy fantasztikus, annál is inkább, hogy egy Albi darab, megint egy legenda, nem félünk a farkastól. Igen, nem félünk a farkastól, ami ugye egy házasság anatómiája is, ha úgy tetszik, a házasság labirintusába, annak minden poklába és szépségébe, az együttélés gyötrelmeibe vezeti bele a nézőt. Ugye Richard Burton és Elizabeth Taylor zseniális és talán megmerem kockáztatni felülmúlhatatlan alakítása fémjelzi azt a híres és emblematikus filmet, amit időnként azért levetítenek újra és újra, és tényleg megunhatatlan. Persze egy ilyen darabot csak akkor szabad elővenni, amikor van
két zseniális középkorú színész, aki ezt hitelesen és érdekesen színpadra is tudja állítani. Nálunk Tóth Ildire már nagyon régóta vár ez a feladat, Sági Tamás pedig a férj szerepében azt gondolom, hogy egy olyan izgalmas színészpárost alkotnak majd, ami kiegészülve Kovács Tamással és Ballér Biancával szintén egy felejthetetlen este reményét rejti magában. Igen, mint 50 éve Gábor Miklós és Tolnai Klári mondhatjuk. Így van. No, Bölcs Nátán utána lesz így, amelyet Szikora János. Igen, az Bölcs Nátáról nagyon szívesen beszélek, nem csak azért, mert én rendezem, hanem azért, mert tulajdonképpen én nem akartam sem Lessinget, sem Bölcs Nátánt rendezni, de kitört a háború. És engem megmondom őszintén, hogy már kitörése pillanatában, és pedig még hol voltunk akkor a későbbi pokoltól, sokkolt. És foglalkoztatott sok más emberhez hasonlóan engem is, hogy de mi lesz ennek a vége, és mik lesznek a következményei. És úgy gondoltam, hogy egy ilyen világhelyzetben, mert ugye azt gondolom, hogy kockázat nélkül mondhatjuk azt, hogy amikor ukrán háborúról beszélünk, akkor valójában az ukrán háborúról nem úgy beszélünk, mint az angol-magyar futballmérkőzésről, hogy hány null, és mennyi az eredmény, és most éppen hogy állunk, hanem ez egy világhelyzet, egy új világhelyzet. És ez az új világhelyzet nem csak a benzinárakat, nem a kőolajárakat, a villany és a gáz árakat fogja átformálni, hanem a gondolkodásunkat is. És a gondolkodásunkat átformáló nagy világhelyzetben mi lesz a trend? Merre folytatódik az emberek gondolkodásának a menete? Lessing a 18. században szembesítette a kortársait egy a vallási tolerancia szituációjával, nevezetesen azzal, hogy a Bölcs Nátán főszereplői az ortodox zsidó, a muzulmán és a keresztény hitet vallják magukénak. Melyik vallás az igazi? Mert ha azt kérdezem, hogy melyik vallás az igazi, akkor ebben persze az is benne van, hogy melyik vallás hívője előbbre való a másiknál. És ugye akkor ez már rögtön egy nagyon veszélyes vizekre vezeti ezt az elméleti vitát. És Lessing ebben a gyönyörű példázatában tulajdonképpen nem csak vallási, hanem a szellemi tolerancia létjogosultsága mellett teszi le a garast. Én is a magam eszközeivel tulajdonképpen a szellemi tolerancia mellett szeretném letenni a garast ezzel a színdarabbal. Amíg nem vagyunk képesek elismerni mások nézeteit, meghallgatni mások véleményét, toleránsan együtt élni más nézetekkel, akkor ugye a vitának a vége akkor tényleg nem marad más, mint a tank, meg a rakéta. De hát bízunk abba, hogy az emberiség mégse tehát, hogy van bennünk több sansz is annál, mint sem, hogy a vitákat a fegyverekkel intézzük el. Egyet értek. Mint ahogy az is újdonság számunkra, hogy a megújult pelikánfészek, én azt gondolom, hogy ebben az esztendőben is, ebben az évadban is befogadja a kortárs darabokat, ráadásul olyan rendezőkkel, akiket itt sorba megyünk, ugye színész rendezőink, a fiatal korosztály, és ráadásul olyan darabokat választottak, amelyek fantasztikus, kezdjük a Weingarter nyár, és Molnár G. Nórát köszönhetjük rendezőként elsősorban. Nos, hát ez egy szürrealista leírás szerint, szürrealista avantgárd darab.
Így van, de mégis az ember lelkében ki nem hunyó ifjúság ébredéséről szól. Van egy másik ilyen darab egyébként, ugye mi híres a címe is, Védekind a tavasz ébredése. A nyár is tulajdonképpen az emberben felébredő ifjúság problémáira ad nagyon költői választ. Ez egyébként nem is tudom, miért nevezzük ezt drámának, mert ez igazából nem dráma, ez igazából nem színdarab, ez egy fantasztikus színpadi költemény. Csodálatos színpadi költészettel, úgyhogy akinek erre van érzéke, annak ez mindig fantasztikus élményt fog adni. Amikor én felfedeztem a következő darabot, a Petőfi Rockot, egyből eszembe jutott, hogy néha bizony méltatlanul keveset beszélünk Pál Istvánról. A Pál István fesztivál kapcsán gyakorta, hiszen az amatőr színjátszók megbecsülik az emlékét, viszont nekem párhuzamban van a Beatles.hu-val ez a Petőfi Rock bizonyos értelemben, hiszen ez 1973-ban született, és teljesen másként mutatja be Petőfi Sándort, mint ahogy azt mi akkor azt mondom, hogy a gulyás kommunizmus idején megszokhattuk. Ugye Petőfire mindig úgy tekintünk, mint egy szentre. Pedig hát jól tudjuk, és ma már olvasható új és új keletű életrajzi leírások nyomán tudhatjuk, hogy hát nem volt szent ember természetesen. Egy fiatal ember volt, egy zseni volt, egy lázadó szellemű ember volt. Zárójelbe magánemberként egy kibírhatatlan alak. Na de hát ki nem volt kibírhatatlan alak? Miért Adi nem volt kibírhatatlan? József Attila egy kedves, jól fésült úri fiú volt? Dehogyis. Ezeket is a privát életben nem mindig szerették az emberek, Petőfit sem. Na de Petőfi mégiscsak a maga fantasztikus egyéniségével, költészetének az erejével meghatározza, olyan volt az egész 19. század magyar szellemi fejlődésének. Tehát egy óriási alak volt. Ezt a lázadó szellemet 1974-ben a Pál István által vezetett szegedi Jate Klub, ez a József Attila Tudomány Egyetemnek a amatőr színjátszók köre volt, olyan fokon magáévá tette, és a maguk eszközeivel, amikor kiálltak egy szál gitárral, és kórusban énekeltek, az ma már ez nekünk nem újdonság, meg nem egy akkora ügy, de akkor óriási volt. És úgy tudták megszólítani a fiatalokat, ahogy akkor, abban a korban senki más. És ez a sor folytatódik, hiszen a megszólításról beszélünk. Kerkai Ritával beszélgettem a Multiverzum mostani előadásán, hogy hát újra egy Ulickája. Ugye az Odaadó Hívetek nagy sikerű, Odaadó Hívetek Surik nagy sikerű darab után most jön a Ulickája unokám Benjamin című műve. Igen, annyira szépen csinálta Rita ezt a Ulickája darabot, hogy azt gondoltuk, hogy neki van egy érzéke ehhez a világhoz, és kézenfekvő volt, hogy ezt a sort akkor ő folytassa. Nagyon jól esett, hogy egyébként nagyon nyitottan fogadta a fehérvári közönség ezeket a műveket. Én úgy érzem, hogy Ulickája nem csak a könyvesboltban, a színpadon is népszerű lehet itt. Nagyon fontos darabok a tény, és én azt gondolom, hogy amikor ezt megmutatom, és itt van egy kicsi alapkőletétel, 150 éve, 1872. augusztus 20-a, és Szikora János egy fantasztikus gondolatsorban, gondoltok egy régi képnyomán címmel, Emeljünk templomot Táliának. Én erről kérdeznélek, mert azt hiszem, hogy néha kell egy kicsit a múlttal foglalkozni, és ha a Vörösmarty Színházról van szó, akkor nem beszéltünk eleget erről. Igen, és én azért beszélek erről szívesen, mert
meggyőződésem, hogy nem beszélünk eleget a Vörösmarty Színházról, nem beszélünk eleget a Vörösmarty Színházról, mint színházról, és nem csak mint épületről, mint intézményről, egyáltalán az egész történetéről, illetve mindarról, ami ennek a színháznak a létéhez kapcsolódik. Az, hogy 150 éve letették a színház alapkövét, na bum, hát nagyon sok mindennek letették az alapkövét. Miért olyan fontos az? Azért fontos, mert 150 évvel ezelőtt ennek az alapkőnek és mindannak, ami erre az alapkőre épült, az árát nem az állam fizette, hanem a fehérvári polgárok. Részvénytársaságot hoztak létre. És gondoljunk el, hogy a 19. század végében vagyunk, jó, kétségtelen, ez a gazdasági prosperitás korszaka. Tehát azért ezt se hallgassuk el. De mindegy. De költhették volna másra is, elmehettek volna Abáziába, meg akármire, vagy elszólják hülyeségekre, elmuzsikálja a cigány, bármire. De nem. Részvénytársaságot hirdettek, aminek a részvényeire napok alatt jegyző emberek kerültek, elkeltek, és ebből a pénzből, a fehérvári polgárok pénzéből épült föl ez az épület. Mint ahogy azt se felejtsük el, hogy amikor a háborúba lebombázták, a második világháborúban beszélek, és utána évtizedekig itt állt a főutcán, így égtelenkedett, és akkor a fehérvári polgárok tégla jegyei nélkül nem valószínű, hogy, vagy valószínű, hogy előbb-utóbb csak-csak az állam is hajlandóságot mutatott volna, de kellett a fehérvári polgárok összefogása, hogy ebből ismét legyen valami. És akkor még egy kicsit jobban visszamegyek a múltba. Még a kőszínház épülete előtt, az 1830-as években, ez a város volt a második Magyarországon, amely letelepített, fizetést adott vándorszínészeknek, magyarul társulatot finanszírozott. Azért, hogy ez az ő társulata legyen. Ilyen más magyar városnak, akkor Miskolcot kivéve, Miskolc volt a másik, nem jutott eszébe. Pedig eszébe juthatott volna. Nem jutott eszébe. Fehérvárnak eszébe jutott. Tehát én azért is tartom ezt egy nagyon jelentős dátumnak, jelentős pillanatnak, nem csak azért, mert most ennek az alapkő letételnek hát bizonyos értelemben mi a haszonélvezői vagyunk, hiszen én ott ülök ennek az épületnek az irodájába, egy társulat játszik ebben az épületben, és a ma élő fehérvári polgárok járnak ebbe színházlátogatóként. De ennek a lehetőségét az elődeink teremtették meg, akiknek ezúton is hála és köszönet. Hála és köszönet, és hála és köszönet Szikora Jánosnak is, hogy megtisztelt. Kedves nézőink, még annyit szeretnék elmondani, hogy természetesen az elmúlt esztendő sikerdarabjai továbbra is színre kerülnek. A másik, ami nagyon fontos, megkezdődött a bérletárusítás. Éljenek a lehetőséggel, annál is inkább, hiszen bízunk benne, hogy a koronavírus járványt követően megnő a kedv, és úgy visszatérhetünk a színpadokra, mert ennél fontosabb nincs, hiszen a színház fantasztikus. János, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm, mindenkit szeretettel várunk. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, az idei évadról esett szó. Vendégem Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.